Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Beszélgessünk egy kicsit a kontrollról. Nemrégben fejeztem be a végigjátszást. Megnéztem az Otherworld-nek a videóját róla, és egy másik szemszögből szeretném megközelíteni ezt a játékot. Úgyhogy most mondom el itt, 10-20 másodpercnél, hogy ebben a videóban lesznek spoilerek, mert másképp nem nagyon tudom elmondani azt, ami mondjuk hiányzott az Otherworld videóban, úgyhogy nem feltétlenül fogok kitérni arra, hogy a játéknek milyen rendszere van, menürendszere, és attól miért nagyszerű, vagy épp nem nagyszerű, hanem rá fogunk fókuszálni arra, hogy milyen potencia volt ebben a játékban, milyen hiányai voltak ebben a játékban, és mi volt az a gyönyörűség, ami benne volt ebben a játékban, és mondjuk kiemelte a mostani játékok közül, és most, hogy így pangott a piac nyáron a Control, um, számomra legalábbis egy egészen felfrissülést hozó játék volt. De hogy őszinte legyek, nem bírt egy egyszerű uh, témával, és nem tudott adni konkrét választ szinte semmire. Viszont a nagyszerűség benne az az volt, hogy te magad költhetted a storyt mellé, és hogyha leülsz a haverokkal beszélni erről a játékról, akkor együtt költhetitek meg a sztorit, és vitatkozhattok felette, hogy mitől volt jó, vagy éppen mi történhetett a főkarakterrel, főkarakter testvérével, vagy úgy általánosan ebben a világban, amit a kontroll megalkotott. Szóval jöjjön... Az, amit én láttam a kontrollban. Kezdjük talán a legjobb részével a dologon. Kezdjük a gyönyörűség része, ami ebbe a játékban van, és ezt nekem is muszáj kiemelni, azt hiszem, mint minden kritikusnak, aki játszott ezzel a játékkal, az pedig az, hogy ez a játék gyönyörű tehát uh, ahogy használja, nincsen Ray Tracing kártyám még, de ahogy használja, hogy néztem videókat a Ray mindenki egytől egyig azt mondja, hogy ez a játék valódi next generáció, és a Ray maximálisan kihasználja. Úgyhogy szerencsés vagy, ha van egy Ray tracinget. Viszont, hogyha nincs egy Ray nem kell búsolnod, mert a játék így is gyönyörű tud lenni. És még egy 1080-asnak is megerőltetés, hogyha felveszed furra a grafikát. Szóval ez, ez alatt le a kalappal. Ez a gyönyörűség egyik része. A másik, ami nagyon-nagyon jutalmazó érzéssel bír az a fantasztikus harcrendszer, amit kitaláltak ebben a játékban. Az egyensúly, a fegyverek és a telepatikus képességet, bocsánat, telekinézis képességeid között, ahogy, ahogy le kell győzni az enemiket, a, a bosszoknak a, a harcrendszere, és ahogy meg kell küzdened velük, az, hogy folyamatosan mozgásban légy, hogy elkerüld a nagyobb damage-et, és hogyan balanszolod ezt ki a lövéssel, a képességét használatával az egyszerűen fantasztikusan van megcsinálva végül is. A Remedy az egyik legjobb ezen a téren, hogy harcrendszert csinálja, gondoljuk csak végig ugye a Max pénre. Például, tehát elég tapasztaltak, és a kontrollnál ezt ez Szóval, hogyha Hogyha nem is egy, egy ilyen kategóriai játékkal, azt hiszem többnyire az ember azért játszik, mert hogy jó a témája. Na erre kitérünk még, mert hogy jó a témája. De hogyha az a fajta játékos vagy, aki szeret egy jó gameplay, és nem figyel teljes mértékben a témára, akkor a kontrollal valószínűleg megtalálod azt, amit keresel. Kihívás, de nem túl, uh, ki, nem túl nagy uh, kihívás, mint például a manapság, ugye a Remnant From The Ashes vagy... Um, bár még másik ilyen nehezebb kategóriájú játék, megfelelő kihívást kapsz, mondhatni így is beszélgessünk egy kicsit hogyha már ide eljutottunk, ezt, ezt itt gyorsan le akartam, le akartam zárni a dolgokról a kontroll nem tökéletes játék, és beszélgessünk a hiányról és a vége felé rátérek a potenciára, ami, amitől nagyszerű és kiválóvá válik ez a játék a hiány az a történet volt. A, az, hogy a fő történetszálban alig kapsz választ, ami egyben jó is, rossz is, és a fő történetszál maga semmiféle érdekességgel nem bír. A melléktörténetek érdekesebbek voltak, mint a fő történet összessége. Azon kívül, hogy ö, kapsz egy-egy-egy Tört végül is kapsz egy képet valamiről, hogy őszinte legyek. Szóval a történet nagyjából arról szól, hogy megtalálod magad, mint te vagy, ez a Federal Control Bureau, ez tulajdonképpen úgy néz ki, tehát eleinte próbálod találgatni, hogy mi az istennyel ez a Federal Control Bureau, úgy néz ki, hogy ez a Federal Control Bureau a paranormális így jelenségeket próbálja visszafolytani, illetve irányítani, mert a Földön megtörténnek és te ott találod magad, mint ennek a helynek az igazgatója. Aztán szépen lassan kifejlődik a történet, és rájössz, hogy te, mint a fő karakter, valójában mindvégig az volt a célod, hogy bejuss ebbe a Federal Control bureau és megkeresd a testvéredet, akit a Federal Control Bureau elrabolt, elvitt, tulajdonképpen is meg akarod tudni, hogy mi történt vele, és az egésznek a központjába ez áll. Jöjjenek a rossz fiúk. A rossz fiúkat ebben a játékban úgy hívják, hogy hisz egy másik dimenzióból érkezett, ö, hogy is mond, a földön kívüli lények, amelyek képesek megszállni az embereket, és az akaratuk felé hajlítani ö, őket. És, és ennyi. Ennyit tud, ennyi, ennyit, ennyi van a hiszről, de még nem ért véget. Ennyit, ennyit tudunk, a játékban, a történetben, amit elmesél nekünk ez a játék, ennyit tudunk meg a rossz fiúkról. Olyan hirtelen tesz bele minket a játék ebbe a környezetbe, hogy egy nagy kavalkád lesz, és egészen a játék majdnem legvégéig semmit nem tud semmiről gyakorlatilag. Minden fő küldetés történet végén egy hatalmas hiányt, amit megfűszerezett az amúgy vizuálisan nagyon absztrakt játék, és a felfel a felfelvillanó um, párbeszédek vagy monologok, uh, amik benne voltak, még jobban megkavarta ezt. Ami a hiányt tudnám még felsorolni, az nagyon furcsa volt az arcanimáció és a színészkedés, de betudtam annak, hogy, hogy ez egy furcsa világ, hogy őszinte legyek, hogy, hogy ne ronts annyira a játék kedvemet, ezek az arcanimációk. Nem beszélve arról, hogy, hogy hirtelen a helyzet közepébe találjuk magunkat, és az összes karakter, akivel beszélgetünk, leszámítva a takarítót talán, az összes karakter, akivel beszélgetünk, szinte már, hogy természetesnek veszi, hogy a hisz, az átvette az uralmat ezen épület felett, ami nem mellesleg hatalmas épület, kicsit furcsán nagy, de igazából azért, mert ahogy az épületnek a szárnyai között utazunk, dimenziókat váltunk, de ez is egy másik történet. És, és az egészbe belehelyez így hirtelen, és az emberek furák, furán viselkednek, szinte már már természetes, hogy, hogy hát itt a hisz, na, és meg kéne tőlük szabadulni, és most ez lesz a te feladatod. Semmi pánik helyzetet vagy sürgetőt nem érzek abban, hogy a hisz egy oly mértékű ellenség lenne, ami, ami befolyással bírna valami katasztrofális eventre, Pedig nem egyszer megemlíti a játék, hogy ha hisz kiszabadulna ebből az épületből, akkor véget érne a világ. De nem érzed úgy, nem érzed a pánikot, nem érzed a valódi sietséget arra, hogy meg akarnak, hogy, hogy, hogy nekünk segíteni kell az ott lévő meg kell mentjük a földünket, a mi dimenziónkat, és, és nem érzed azt, hogy valóban segíteni akarnál azoknak az embereknek. A legfurcsább karakter ebbe az egészbe, ez tényleg maga a takarító volt. Jön a, a fő karakter. A fő karakter maga, az is egy érdekes történet volt. Szóval a fő karakter maga úgy nézett ki, hogy telepatikusan beszél egy entitással, és egy később kiderül, hogy ez valóban így is van. Ez az entitás, spoiler alert, ez az entitás igazából egy kapu volt, egy átjáró, amin keresztül a hisz ide tudott uh, jönni, és ő, te, mint a fő karakter, és a tesód, aki, aki, után nyomozol, egyszer valamikor régen kinyitottátok ezt a kaput, akkor talált meg titeket ez az entitás, de ezen a kapun keresztül uh, sok más furcsa dolog is uh, ugye uh, történt. És akkor ezután elrabolták a tesót, és a Federal Control Bülő elvitték a tesóját, ő meg ennek a hangnak a segítségével, féle mester elmévé vált, ennek a hangnak a segítségével jutott el odáig az életében, hogy végül az igazgatója lett ennek az intézmény Na most ebből arra gondolná, hogy ha ez a hang segített neki, akkor ez a hang valami brilliáns látnok entitás lehet, aki végigvezett téged az utadon, nagyjából így is volt, viszont viszont egy misztérium köré emelték ezt a hangot, és amikor a hang beszélt a, a fő tehát hozzánk, amikor a hang beszélt hozzánk, akkor hihetetlenül olcsó és ilyen, ilyen filer, ilyen kitöltő szövegekkel ö, jött hozzá. Nem mellesleg ez hozzátársult a, a főkarakternek önön saját gondolata is, ami ö, kb. annyival ért fel, hogy el kell menni ide, tehát valamelyik te párbeszéd, jaj, menj el ide és intézd el a hiszt, mire a főkarakter arra gondol, hogy mmm, de tudnék most szívni egy cigit. Szóval ilyen szintű ö, leolcsósított karakterünk lett. Alig szinte semmit nem tudunk meg a karaktereink, ahogy a, a főkarakter és a testőjának a múltjáról, csak darabokban, szegmensekben gondolhatjuk ki, hogy esetleg mi uh, történt. Természetesen a játékból kiderül ez mind, hogy, hogy ők gyerekkorukban megnyitottak egy kaput, és akkor ennek a kapunak a következménye az lett, hogy neki különleges erejük lettek. Későbbiekben a játékban természetesen kiderül az, hogy, hogy amivel, hogy nekik ilyen telepatikus erejük volt le, és a tesójának is, és a tesóját megtalált ez a Federal Bureau of Control, elvitték őt. És azért vitték el, hogy ő legyen a következő jelölt, aki az igazgató lesz ennél a Federal Bureau of Control-nál. De közben később kiderül, hogy figyelték már a, minket, a fő karaktert is, mint potenciális igazgató. Ez főleg a játék végén derül ki egyik ilyen ruhaszkimből igazából, de a játék vége fele rájössz erre, hogy te is potenciális előtt voltál arra, hogy igazgató legyen. Úgy látszik, hogy az igazgatója ennek a ennek a cégnek, ennek az intézménynek is maga is valamiféle telepatikus erőkkel bírt, vagy, vagy nem. Vagy ez az egész dolog, és ez itt egy ilyen nyitott kérdés volt, és ami, ami nem is volt olyan rossz ebbe a játékban, ez az egész dolog arról szólt, hogy ez az entitás, aki hozzánk is beszél a, a fejünkben, az egészet az irányítása alatt tartja ezt az egész épületet, és ez az entitás az, ami megakadályozza az, hogy a hisz, mint olyan uh, elterjedjen, és valamiért a hisz, is vonzódik ehhez, ehhez, az, ehhez az entitáshoz. Egy ilyen, ezt sikerült összerakni a, a sztoriból, anélkül, hogy az ember olvasna. Mire gondolok itt, és most térjünk rá a potenciára ebben a játékban. Remélem, meg itt vagy velem, hashtag macskabugyi, hogyha itt vagy velem, és hallgassuk meg ezt a következő részt! A legnagyobb potencia ebben a játékban az a világ, amit megkreáltak. A történetek, az olvasmányok, a, a fájlok, -ok, amiket találsz, a tanulmányok, a világról, az hiszről, az ellenségről, a fegyveredről, minden, amit leírtak ebbe az egészbe érdekesebb, mint az egész sztori története, uh, a, fegy a fegyvered, a fegyvered elképesztő. Az a, a fegyvered úgy néz ki, hogy maga Mjölnér, vagy Excalibur, vagy bármilyen mítikus ilyen tárgy, csak mindig más neve van. És ez nem derül ki a single player kampány során, hogy mitől különleges a fegyvered. Látod, hogy önmagát tölti vissza, átalakul, és a többi. De nem tudsz sorolni semmit, de hogyha belenézel a fájlokba és elolvasod, hogy mi ez a fegyver, akkor rájössz, ez egy ősi fegyver, ez az Excalibur, vagy éppen ez a Mjölnir, vagy éppen az, amit az emberiség egy fantasztikus tárnak tulajdonított. És itt jön az egész fordulópont, ami, amit a világban kiemeltek. Spoiler! alert. Nem sokan valószínűleg fejtették meg ezt. Uh, így is lehet, de spoiler, alert, most mondom. A világ maga nagyon érdekes volt, Ak akkor a koncepció köré volt téve, hogy az emberiség tudata, gondolata és szavai azok, amelyek az úgynevezett uh, ilyen szellemjárta tárgyakat Megalkotja. Mire mi azt mondjuk, hogy legenda, szellemjárta, a különleges erő van benne, e, erre és erre képes ez a tárgy, ez a ház, ez a valami, az mind az eredménye, az embernek, a gondolatainak, beszédének, és az, hogy milyen legendát formálozom a tárgy köré. És ez a, hogy is mondja, a misztikus energia, amit az ember hozzácsatul a gondolataival, az adott dolgokhoz, ez manifestálódik abban az adott tárgyban. És a, a világ koncepció, amit megalkottak a játékban, e köré Mi Micsoda, potencia van, micsoda történeteket lehetne mesélni ebben az egészben. A kontrollból mindez hiányzik. A kontrollban megkapunk egy nőt, aki a testvérét keresi. Lényegében a testvéréről kiderül, hogy már megszállták a rossz fiúk, és a végén minket is megpróbálnak megszállni a rossz fiúk, de mi erősebbek leszünk, ezért legyőzzük. És micsoda potenciát hagyta ki abból, hogy az az entitás, ami beszél a hozzánk a főszereplőz, és a végén felszabadítjuk, bezárul a kapu, amin a hisz keresztül jött. Micsoda potencia lehetett volna ebből, milyen világokat lehetett volna még felfedezni, bár egy-két mellékküldetés igen-igen megmutatta azt, hogy lehetne tényleg valódi potenciákat csinálni ebből az egészből, és a sok fájl között ritkán csinálják egy játékban, ha elolvasod, akkor rengeteg érdekességre találsz, mint például az említett fegyver, szolgálati fegyverre, amit csak úgy jön, hogy szolgálati fegyver, de valójában az a Mjölnér tornak a kalapácsa, az az Excalibur Artur király kardja, és a többi, és a többi, itt az évezredeken volt rá, és mindennek a hatása, magunk mi vagyunk az emberek, és a mi erő, ami bennünk rejlik, és amit, amit át tudunk adni egy tárgynak ebből a szempontból, és az manifestálódik valamiféle um, energiává. Szóval ez az, ami ezt a játékot gyönyörűvé, Uh, hiányá és potenciával. teszik a gyönyörű látványvilág, és a, a hihetetlenül kreatív, dimenzionális világ, amit megcsináltak. A, a hiány ugye a, a főtörténetszában rejlő hiányosságok, a, és a potencia mindaz, amit kihagytak a főtörténetszámból, a világ magyarázata, amit megkreáltak, és ez a játék évtizedeken keresztül beleéget volna a játékosoknak a tudatában. Így viszont ebben a változatában, hogyha te magad nem áldozol rá extra időt, hogy utána olvas a dolgoknak, amit megtalálsz ebben a játékban, hogy tovább játsz, hogy menj és csinál meg a isket hát ha nem szánsz rá erre időt, hogy beleszeres ebbe az univerzumban, amit megalkottak, akkor ez a játék csak úgy fog neked megmaradni, mint az első olyan játék, ami a tracinget kiválóan alkalmazza. És ennél többet ér ez a játék, mint hogy csak így maradjon meg a memóriánkban, mivel hogy a világ, amit megalkottak köré, az nagyon-nagyon um, epikre sikeredett. Hosszú videó, ennyi lett volna. Uh, remélem eljutottál a végére. Ha igen, dobj egy uh, vége hashtag eljutottam valamit, ilyesmit írja oda, eljutottam a végére valamit, csak hogy tudjam, hogyha párbeszédbe elegyedünk, akkor tudjam, hogy meghallgattad a videót, és akkor annak érdemében válaszolok. Köszönöm szépen, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl további videókért, nyomjatok rá a csengőjelecskére, hogy értesítést kapjatok róla. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!